Harmadik alkalommal tartottak Szentágotai napokat a neves agykutató nevét viselő kutatóközpontban, Szentágotai Jánosnak emléket állítva. Az elmúlt évben kezdődött a hagyomány, hogy az alkalomból tudományterületükön kiemelkedő kutatóknak Szentágotai és Junior Szentágotai díjat ítél oda a kutatóközpont tudományos tanácsa. 2014-ben Szentágotai díjat vehetett át Meleg Béla, az általános orvostudományi kar egyetemi tanára, a humángenetikai és farmakogenomikai kutatócsoport vezetője, és Junior Szentágotai díjban részesült Takács Attila, a természettudományi kar tudományos munkatársa, a Zöld Kémiai Kutatócsoport tagja. A konferencián tudományos előadást tartott Jakab Zsuzsanna, a WHO európai regionális igazgatója is, aki a régióban elért eredményekről és kihívásokról beszélt, ami azért is nagyon aktuális, mert a feladatok tekintetében a Pécsi Tudományegyetem is szerephez jut a jövőben, a most megkötött megállapodással a migráció egészségügy és a roma integráció területén. A migráció egészségügy egy rendkívül fontos terület Európa számára, hiszen ma az európai lakosságnak körülbelül 8%-a migráns. És Európai Unió, Európai Régió is felmérte ennek a jelentőségét, és ezért most hatványozottan elkezdtünk ezzel foglalkozni. Ami a Pécsi Egyetem szempontjából fontos, az az, hogy a Pécsi Egyetem már sokkal korábban elkezdett ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, mint Európa általában. És ezért óriási tudás és tudásbázis, tudásanyag áll az egyetem rendelkezésére. Úgyhogy amiben most megállapodtunk, az az, hogy közös kutatási programokat fogunk folytatni, közös oktatási képzési programokat. Ezen kívül újságot és egy közös adatbázist is üzemeltetne a két fél. A roma integráció területén az orvoskar migrációs egészségügyi tanszékével közösen dolgoznának ki programot az egészséges öregedésre és a 75 év feletti átlag életkor növekedésére a romák körében. Ehhez szakemberek képzését indította el a PTE, mondta a kar dékánja, aki így értékeli az együttműködést. Idáig is egy jó együttműködés volt a WHO képviselők és a Szilárd István professzor úr által képviselt migrációs medicina tanszék között. Bízom abban, hogy ez a továbbiakban is működni fog. Tulajdonképpen ez a Memorandum of Understanding ennek egyfajta elismerése volt. Bízom azonban abban, hogy sikerülni fog a pályázatok útján komolyabb anyagi forrásokat is nyerni arra, hogy ezeket a képzéseket, amelyről szó volt, illetve tudományos együttműködéseket kiterjeszthessük. További közös cél lenne egy migrációs egészségügyi politika kidolgozása is az Európai Unióban, aminek előkészítésében szintén részt tudna venni a PTE migrációs tanszéke, mondta Misete Attila.